Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 25-éig. Hétfőn teli hold van, és ezen a napon van egy portál nap is. Erről készítettem külön egy videót. A hétfői napon a hold uralkodik, ami itt látható, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya erre a napra. Itt van a kasza, ami elvág valamit. El tud tüntetni bizonyos dolgokat, például a félelmeket, vagy egy bizonyos kapcsolatot. Az is lehet, hogy fel akarsz mondani a munkahelyeden, keresel egy új munkahelyet. Amit a kassa még jelenthet, hogy történik ezen a napon valami olyan hirtelen, amikor nem is számítottál rá. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ami itt látható. Itt a hegy. Jelenthet hegyvidéket, például egy kiruccanást a hegyekbe. De jelentheti a problémákat is. Valami, ami nagyon megvisel téged, nyomaszt téged. És szerdán Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon van egy Lilith energia, ami aktiválja az álmainkat, az elképzeléseinket, és ezen a napon, tehát szerdán ez az álom megvalósulhat. Itt megjelenik a felhő, ami azt jelenti, hogy valami átláthatatlannak tűnik. Kivált bizonytalanságokat. Ez a felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, ami fél évvel ezelőtt történt. Vagy ez a fél év lehet a jövő is, hogy vannak terveid, amit szeretnél fél éven belül megvalósítani. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik, ezen a napon a hold eléri Ráhút, a kármikus csomót, ami jelent egy új irányt, egy új kezdetet, változásokat. Itt a kulcs a kezedben van. Te tudod rendezni a dolgokat, légy magabiztos. Ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, egy időben kinyílik egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, az jól passzol Vénusz bolygó energiájához, hiszen utal a nőiességedre. Te irányítod a dolgokat, te állsz a középpontban, mások észrevesznek téged. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt bizony még vannak viták, vagy félreértések, az is lehet, hogy valaki keresi veled a kapcsolatot, és tudatosan meg akar bántani téged. Középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Itt lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás vagy egy ajándék. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valamit megszépítesz a külsődön vagy a környezetedben. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot!
Nagyon sok szeretettel, Dendera.